Hello mindenkinek, én Sallai vagyok. Mióta legutóbb nem láttuk egymást, azóta kisorsoltam a Simon's Burgeres ségkártyákat. Posztban megtaláljátok a csatornán. A csokoládénál, ahol novemberben jártam gyárlátogatáson, most már van a hm.hu-n Sallai kód, amivel 10% kedvezménnyel tudtok vásárolni a csokoládét, szóval, hogyha érdekel titeket, akkor nézzétek meg a leírásba. A két héttel ezelőtti Burger King és új burgerek végigkóstolásán felbuzdulva láttam meg, hogy a Mekiben amúgy van egy csomó burger, amit még soha nem kóstoltam, szóval gondoltam, hogy berendelem. Konkrétan ez a baconös Big Mac, ez ma óta van, azt hiszem, amikor a videót felveszem. Újra, úgy írták, baconös Big Mac, nyilván egy hússal többet tud. Mehettől várom a csodát, továbbá itt van az erős pistás hamburger, amit nagyon sokan írtatok, hogy próbálják ki. Csak az erős pistás burgerekért nem csináltam volna meg ezt a videót. Még egy olyan burger, ami azt mondom, hogy elsiklok felette, annyira nem érdekel. És akkor itt van még egy, nem tudom melyik, van egy barbecue bobunk és egy Maestro Honey Helga sült csirkemelles, vagyis hát a ropogós csirkemelles burger. Van egy ugyanilyen Honey Helgás wrap, amit vettem. Baconös a barbecue bob, ez pedig a Honey Helga. Pakoljuk ki a tálcánkra! Ársorrendbe kóstoljam? Annyira nagyon nem tévedhetünk, szóval 1840 forint a baconös Big Mac, 1970 az erős pistás marhahúsos hamburger, 2860 Helga csirkés wrap, 2960 ér Honey Helga ropogós csirkemes burger, 2960 ér szintén a barbecue bob. Szóval ez a két mákos tetejű buceráj. De azt tudom, hogy nem egy új dolog, tehát hogy új burgereknél a Mekiben általában ilyen szokott lenni. Én nagy Big Mac kedvelő vagyok, szóval lássuk milyen baconnel. Határozottan jobb. De most alapból meg mindig burgerbe békont kérni. És ha én kérem magam, akkor az úgy drágább, mint hogyha így veszem. Hogy nem létezik mindig ez a kombináció. Úgy hirdette magát a Meki, hogy újra kapható, és így. Hát akkor egyszer már volt, aztán levetétek, ezt most megint van? Nem lehet a sima Big Mac-be extrán kérni békont? Nem értem. Megnézem. Nem értetlenkedek, hanem mondjuk a tettek mezeire lépek. Tehát 1531 egy sima Big Mac. Tényleg nem lehet extra ilyet. Extra sajt, extra uborka, extra sajt, extra szósz, extra hagyma ingyen van. Az extra sajt plusz 140, extra hús, marhahús pedig 890 forint. És akkor rádobnak 210 forintot az extra baconért. Ravasz húzás. Vagy adhatnák extra 210 forintért a baconért, és akkor mindig lehetne. Na jó. Én ezt kedvelem, semmi extra, egy picivel jobb lett. Na itt van ő, erős pistás, majonézes burgir, akkor mint egy sajtburger. Meglepett, hogy 1900 forint. Szerintem a Big Mac sokkal jobban megéri, ha 1540. Miért mennél ilyet? Miért tettem ezt meg? Meg annyi kérdés. Amúgy, ebben mintha vagy nagyon megszeret ez a sajt, vagy nem az a szokásos sajt van benne. Na jó, kóstoljuk meg. Pikáns. Az orrom kevésbé bírja a csípőset, mint a szám. Nem tudom. Annyira nem finom. Ennél egy sajtburger is jobb, és méretre ugyanakkora. Nem értem. Na jó, jöjjön a wrap. Amúgy általában nem ilyen piros szokott enni a wrap, nem? A Mekibe. Csak ez a Honey Helga ez. Eddig jó. Amúgy ezek a wrapek eléggé alulértékeltek a Mekibe, pedig tök finom. Jó, amúgy lehet, hogy picik. De cserébe tömör. Meg egészségesebb, aki bejárok egészségért, igen. Szóval, hogy nem egy nagy ilyen kenyeret eszel, hanem tortillát. Szóval nem tudom, nekem ez nagyon bejön. Tulajdonképpen finom benne a csirkemáj, jó a sajt. Hogy nincs még minden burgerükből wrap verzió. Egy Big Mac wrap, ez a erős pistás wrap. Mi szoktatok Mekibe wrapet enni? Ki a Mekis wrap célközönsége? Azok az emberek, akik fogyni szeretnének? Nem túl gyakran látok embereket wrapet enni a Mekibe. Na jó, nem húzom tovább az időt. Elmondom nektek, hogy tulajdonképpen azért is volt ez, hogy most a Mekiből rendelek. Szóval nem kért meg engem senki, hogy mondjam ezt, de csak gondoltam, hogy segítek nektek ezzel. Hogyha a Mekiből rendeltek a Volton keresztül, akkor 20% volt kredit visszatérítést kaptok a munkahelyetekből. 4. hó 30-ig, és azt a kreditet is a Mekire költhetitek. Én most emiatt rendeltem a Mekiből ingyen pénz. Spórolás a köbön. Wow! Rántott csirke, egy csofat paradicsom, egy jó méretes rántott csirke, sajt, szósz. Ja, ezt a szószt, ezt jól megküldték. Ez tetszik. Nagyon jól megy ehhez a csirkéhez, ez a mustáros
szósz. Értem, hogy miért nem veszik annyira a wrapet. Ebben sokkal intenzívebben kiérződik az az íz, amit át akarnak adni ezzel a Honey Helgával. Míg ebben így jó volt, de nem pont ilyen. Amúgy nem is ilyen csirkét kaptam. És olyan csirke van a wrapben, mint ebbe. A wrapben sűrt csirkemell van, a burgerben ropogós csirkemell. Szóval van különbség. Akkor nem is ugyanolyan. Szóval kettő ilyen Honey Helga van. Annyi a különbség, hogy ez egyik panírozott csirke, a másik pedig sima grill csirke. Szendvicseknél ugyanaz az ár. A wrap meg egy százassal olcsóbb minden esetben. Attól még finom, hogy más a csirke. Szóval nagyon jó a csirke is. Finom ez a kis mákos buci. Jól el van találva. Tehát nekem most ez a kedvencem. Ha meg kire gondolok, akkor erre ilyen trash szarokra gondolok, mint ez a ez az erős pistás lófasz. Vagy hát erre a Big Mac-re gondolok, főleg ami így elmegy. De ez egy nagyon finom prémium burger. Na és akkor Barbecue Bob. Én azt hittem, hogy te leszel a legjobb. Hát remélem, hogy az így is van. Double húsi, dupla sajt, bacon, barbecue, hagyma. De nagyon magasra tette a lécet a Honey Helga. Barbecue-tól lucskos hústorony. Finom. Ez lehet, hogy túl húsos. Tehát lehet, hogy ennek már jobban élvezhető lenne egy wrap formája, amiben kevésbé ilyen intenzív a hús. Sajnálom Barbecue Bob, de Honey Helga, ropogós csirke melles Honey Helga elvitte ezt a show műsort. Gratulálunk neki, ő ma a befutó. Mellette a wrap, Honey Helga wrap, a második, Barbecue Bob harmadik, baconös Big Mac negyedik, soha többé nem eszek ilyet. Mármint, hogy nem azért, mert olyan hogy de rossz lett volna, csak nem éri meg az árát, átjárja az a sós, erős pistás szósz, ami nem is feltétlenül ízlik nekem. Viszont ez a mustáros, annál inkább. Ennyi is volt már ez a villám meki verseny, ahol a legújabb hamburgereiket kóstoltam meg. Következő videóban találkozunk, addigra már remélhetőleg már nem leszek betegség közeli állapotokban. Köszönöm a figyelmet, találkozunk egy következő videóban. Addig is ne felejtsétek, van leírásban egy Instagram és egy TikTok link, remélem, hogy követtek. Ott már engem iratkozzatok fel a csatornámra, illetve van a leírásban egy sallai kód, voltra, és a hm.hura mindenhova lesz affiliate linkem. Ez a célom. Sziasztok!